a Szent Lélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Urunk születésének karácsony éjféli szent miséjében, mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk és a szent áldozatban részt veszünk, tekintsünk magunkba és kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor összeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Kérünk, hogy akik fiad megtestesülésének tündöklő titkát megismertük a földön, az ő örömeit is elnyerjük a mennyben, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, és ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midian idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít, mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. És ez a világi vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését, nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzgolkodó választott népévé tegyen. Ez az Isten igé. Oh,
Úr legyen veletek! És a veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Quirinus volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea, Názáret nevű városából, József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, ójába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk. Ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok az Úr Krisztus Dávid városába. Ez lesz nektek a jel. Kisdedet találtok ójába takarva, és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezzengték, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek! Ezen az estén, szerte az egész világon, emberek milliárdjai, akár személyesen, akár telefonon, akár üzenetben, kívánnak egymásnak boldog karácsonyt, és nyilvánvalóan igencsak sokan borulnak egymás nyakába hálás szeretettel, megköszönve a csekély, vagy a nagyobb ajándékot, de mindenképpen azt, hogy gondolt rá, hogy megemlékezett róla, hogy megajándékozta őt. Akár tudta ezt valamivel viszonozni, már anyagi értelemben, akár nem. A hála érzése és a hálás köszönet az akkor is megmutatkozik a tiszta szívű embernek a gesztusaiban. És amikor ez a karácsonyi nem szokás, mert annak nem jó nevezni, inkább belülről fakadó ünnep percei elmúlnak, megint csak emberek milliói indulnak el az éjszakában a kivilágított templomablakok felé, hogy megköszönjék az ajándékok ajándékát, azt az ajándékot, amelyet a Teremtő nyújtott nekünk Márián keresztül a názáreti Jézus születésekor. És hála a Jóistennek, hogy sokan munkálkodnak azon, hogy ez a hálánk, ez minél szebb, minél tisztább, minél ragyogóbb, és minél őszintébb legyen. Hiszen úgy vagyunk ezzel, mint a gyerekek, mi sem tudunk az Istennek más drága ajándékot adni, mint a hálánk megmutatását és a köszönetünk kifejezését. A gyermek sem tudja az ajándékot drága ajándékokkal viszonozni a szülője felé, de a háláját, a köszönetét ragyogóan ki tudja fejezni. Mi sem akarunk és teszünk más,
mint hogy megköszönjük a világ legcsodálatosabb ajándékát, azt a gyermeket, akinek a születése a sarkából fordította ki ezt a világot, ahogy énekeljük a jól ismert énekben, elhozta az igaz hit világát, megtanította az igaz Isten ismeretre, és olyan közel jött közénk személyében az Isten, amilyen közel csak jöhetett, hiszen olyan közel lett hozzánk, mint ahogyan egy édesanya arcához emeli a csecsemőt. És hogy milyen jól sikerült az Istennek ez az ajándéka, az Istennek ez az ajándékozása, bizonyítja, hogy 2000 év elmúltával is a Szent Este végig hullámzik ezen a világon, az emberekben az egymás felé fordulás, és az Isten felé fordulás hálás érzését kelti fel és váltja ki. Hiszen mi nem csak emlékezünk. Nem csak emlékezünk egy 2000 évvel ezelőtti eseményre, hanem ezt a saját magunk cselekedeteivel valamiképpen utánozzuk is. Hiszen magában az ajándékozásban mi a Teremtő Istent utánozzuk. Persze azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az Isten nem aranyat potyogtatott a mennyből, meg nem is terű-terű asztalkámat varázsolt a betlehemi istálló barlangba, ő ajándékképpen önmagát adta ajándékba. És hogy mennyire önmagát adta, tanúbizonysága ennek 33 év elteltével a Golgotai kereszt, ahol Jézus végérvényesen mindenét, még az emberi testét is odaadta az emberiségért. És mivel mi az Istennel szemben úgy vagyunk, mint a gyermek a szülőjével, mi sem tudunk drága ajándékot adni, de a szeretet nem vár többet annál, mint a viszont szeretet. Az Isten sem drága ajándékokra vágyik tőlünk, hálánk és szeretetünk, köszönetünk ugyanolyan fontos neki, mint ahogy rosszul esik valakinek egy hálátlan gyerek, egy hálátlan barát, vagy egy hálátlan bárkicsoda. Jézusnak a születése átformálta az emberiség gondolkodását. És még azok is, akik hálátlanul elfeledkeznek az Istenről, még azok sem tudják kivonni magukat ennek hatása alól. Hiszen lehet, hogy nem tudják megmagyarázni, hogy amit tesznek, miért teszik, de mégis valamiképpen a Teremtő Istent utánozzák. És ezért nem csak emlékezés az, amit csinálunk. Mert a jelenbe hozzuk az első karácsony emberiséget megajándékozó, az Isten irgalmából és gondviseléséből fakadó, hozzánk lehajló szeretetét. Arról nem is beszélve, bár lehet, hogy nem vagyunk egyformák, és más dolgok ragadnak meg bennünket az életben, de azért azt hiszem, az emberek többsége megerősítene engem abban, hogy az összes ünnepünk emlékei közül a karácsonyi emlékeink a legélénkebbek. Persze lehet, hogy vannak, akik emlékeznek egy-egy emlékezetes születésnapjukra, vagy névnapjukra, vagy házassági évfordulójukra, de valahogy úgy látom én, hogy karácsony szentestéje az a nap, amikor a lelkünk sokkal fogékonyabb arra, hogy megőrizzen valamit, idegszálaink, idegpályáink, mintha ilyenkor fogékonyabbak lennének arra, hogy megőrizzék a bennünket körülvevő képeket. És leginkább talán ezt azok tudják megmondani, akik már talán egyedül
nézik karácsonyfájuk fényeit, de ő előttük is biztosan megjelennek arcok, biztosan megjelennek képek, biztosan megjelennek régi karácsonyok, karácsonyfát körülálló emberi arcok, eszükbe jutnak ölelések, jó kívánságok, a terített asztal, vagy az asztalt körülülő embereknek a képe. Persze nem biztos, hogy ezek az emlékek csak a családhoz kötődnek. Én például élénken emlékszem, és most is eszembe jutott, amikor Hényel pusztánál mentem Szarvasgede felé, hogy gyermekkoromban ilyenkor, szent este, amikor az éjféli misére indultam, mennyire szerettem korábban indulni, és nagyon lassan menni, és nézegetni az ablakokból kiszűrődő karácsonyfáknak a fényeit. Ezen az estén a templom felé vezető út a szokásosnál mindig tovább tartott, de szándékosan tartott tovább. Akkor még nem kocsival kellett szenteste faluk között szaladgálni, nem lehetett szépen, nyugodtan sétálni. És most is eszembe jutott a Károly utcának a képe, ahol a járda mellett az utcafronton álltak a házak, és ahol nem volt lehúzva a redőny, onnan nagyon szerettem a karácsonyfák sziluettjét, az égő kiszűrődő fényét. És manapság, amikor hát már lassan a karácsony némely portákon Las Vegasra emlékeztet, meg a kaszinók hangulatát idézi, bizony eszembe jutott, hogy talán azok az egyszerű karácsonyfa égők a díszítetlen utcán szebbek voltak, mint ma akármi más. Talán azért, mert fiatalabbak voltunk? Lehet. De mégis beleégett a kép az embernek a lelkébe. Mint ahogy beleégett a betlehemi istállóbarlang képe az emberiség történelmébe. És valahányszor Betlehemet állítunk, Betlehemet építünk, ebből az egyetemes képből merítünk. Mert az első karácsony éjszaka kőkeményen beleégett az emberiség gondolkodásába. És újra és újra elmondhatjuk, bár nem akarunk aktuál politikába keveredni, hogy mennyire más lenne a világ, ha Jézus nem születik meg a betlehemi istálló barlangban. Nem létezne kereszténység, nem lenne karácsony, nem lenne húsvét, aztán nem szólnának a harangok, lehet, hogy egy minaret tetejéről egy müezin allahot éltetné, mi meg az imaszőnyegünken kuporognánk, de nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lenne, ha nem lenne. Persze a történészek nem szeretik az ilyet, hogy mi lett volna, ha. Hála legyen, hogy volt születés. Hála legyen az első karácsonyért. És akik eljöttünk, hogy 2016-ban is hálát adjunk ezért az első karácsonyért, talán jobban átérezzük, mint az előttünk élők, hogy milyen nagyon hálásak is lehetünk ezért. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk hitelesen becsülni, meg kell értenünk az első üzenet. Önmagadat ajándékozd. Te legyél a legnagyobb ajándék azoknak, akikkel összehozott az élet, akikkel összefűznek a szeretet láncai. Mindig te legyél számukra a legnagyobb ajándék, és ők maguk legyenek számodra a legnagyobb ajándék. Ahogy karácsonyi emlékeinkben nem arra emlékszünk túlzottan, hogy mit kaptunk ajándékba, talán egy-két dolgot leszámítva, de az arcok megmaradnak. Az önmagukat
ajándékozó arcok, akik nem akartak többet, és nem akartak mást, mint önmagukat adni, és ezért nem vártak mást, csak viszont szeretetet. Ezekkel a gondolatokkal kívánok kedves minnyájatoknak, Isten és szeretteitek szeretetében megerősítő, áldott karácsonyi ünnepeket. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden ható Atya, mennyek és földnek, minden adhatónak és láthatatlannak, teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az földre szállt az Isten. Örvendező szívvel térdeljünk jászola elé, és kérjük. Add Urunk, hogy betlehemi csillagot fénysugara világítson be minden ember szívébe. Védj magadnak szállást otthonainkban, és őrizd meg egységben családjainkat. Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a szegények és az elhagyottak. Kérünk téged, költözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőle. Kérünk téged, töltsd el békéddel minden ember szívét, hogy megértés uralkodjék a világon. Kérünk téged, Urunk Jézus Krisztus, te az Atya akaratából emberré lettél, és közöttünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait és bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Istenünk, fogadd kegyesen mai ünnepi áldozatunkat, hogy az itt megvalósuló titokzatos csere által eljussunk üdvözítőnk dicsőségére, akiben emberségünk már egyesült az Istenséggel, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen
Irányítsd a te békédben életünk napjai, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emeltette hozzád az Istenhez, mindenható Atyához, majd hálát adó áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kenyeret, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenye, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kimondatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kenyerét. Nézd kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárra, isteni fölséget színe elé, hogy mi kapik erről az oltáról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szeretteinkről, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeink körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremtett, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön, örökké. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ezt is uralkodol, mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével.
Könyörögjünk, Urunk Istenünk, örvendezve ünnepeljük ma megváltunk születését, kérünk vad kegyelmedet, hogy hozzá méltó életünkkel, dicsőségében is részesüljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Elűzte a sötétséget a világból, és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent éjszakát, űzze távol tőletek a bűn sötétségét, és ragyogja be szíveteket az erények világosságával. Amen. Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse, üdvözítünk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé. Amen. Ő, aki fiának megtestesülése által kibékítette egymással a mennyet és a földet, árasszon el benneteket a békesség és a jó akarat ajándékával, és fogadjon be mennyei